A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. A Honda Integra Type R-ről és a Honda NSX-ről az elmúlt, nem tudom, szerintem már csak az alatt a röpke 10 év alatt, amióta ebben a szakmában vagyok, már én mindent elmondtam, előttem meg aztán végképp nagyon sokan mindent elmondtak, úgyhogy ez a két autó most azért van itt, mert egyrészt nagyon szeretem őket vezetni, másrészt pedig azért, hogy megnézzük, hogy miben különbözik, amikor egy utcai autót átalakítanak sportos autóvá, vagy pedig amikor építenek egy eleve sportautót. Mert ez viszont egy baromi érdekes téma, hogy mi a különbség egy sportos autó és egy eleve sportautónak tervezett autó között. A végtelenségig lehetne nyújtani ezt a tésztát, de a legegyszerűbb, hogyha a karosszériával kezdjük, hiszen az a lényeg, azzal alapozzuk meg az anatómiát, a súlyelosztást, a mindent. De már például az alapanyagban is súlyos eltérések lehetnek, ez itt például egy önhordó acél karosszéria, ami a kortárs Civic platformjára épül. Na de, ennek az autónak nagyon merevnek kellett lennie, épp ezért a karosszéria illesztésénél lévő ponthegesztések számát egész egyszerűen megduplázták. Tehát, ugye megy a kis gép, így varja össze a két lemezt, csak éppen sztahanovista módon kétszer annyit dolgozott. Nyilván ez még nem lett volna elég, mert a karosszéria torziós merevségét ez még nem adja meg. Úgyhogy fogták, és az autóban a hátul, valamint a hasán és elől a két torony között brutál merevítőket alkalmaznak, mert hogy ezzel tudták elérni a kellő szilárdságot egy ilyen kupé karosszériánál, hogy ne tekeredjen. Na most nyilván ez az akkori kor mércéjével értendő, ma már azért léteznek más eljárások is, hogy hasonlóan merev hothedge-ek készülhessenek, de tényleg az Integránál ez volt a megoldás. Sok-sok ponthegesztés, valamint a merevítő elemek karosszéria szerte. És akkor menjünk át az NSX-hez. Ennél az autónál alumíniumot alkalmaztak, mint alapanyag. Na most, ez volt a világ első nagyszériában gyártott utcai autója alumíniumból. 3 évvel előzték meg az A8-as Audinak a Space Frame-jét. Két okból volt rá szükség, nagyon merev tud lenni, és nagyon könnyű. Viszont ezzel elég sokat küzdöttek a mérnökök. Az NSX kedvéért létrehozták a Nordschleife mellett a Honda első európai fejlesztőközpontját, egy ilyen kis cuki kis ház egy garázsal, és a kortárs Forma 1-ből kiregedett pilóták hajkurázták az autót a Nordschleife-n, az autó tele volt szenzorokkal, valamint hagyatkoztak a pilóta megérzéseire, és az ebből keletkezett adatokat Fox-gépen visszaküldték Japánba. Onnan aztán visszaküldték a választ, hogy hova kéne behegeszteni egy kis alumíniumot, és tényleg ez történt. Oda ment a konstruktőr az autóhoz, és szépen bepöttyözte az adott helyre a megfelelően kiforvázott alumínium elemet, és ment tovább az autó, majd tovább vizsgálták az értékeket. Nyilván a folyamat ennél lényegesen bonyolultabb volt, ezt az autót már eleve számítógépes dizájnnal készítették, de ahhoz, hogy a versenypályás megterhelést elbírja, ahhoz bizony ilyen élő tesztekre volt szükség, és hát ugye nem csak a szenzorokra és a számítógépekre, hanem vastagon támaszkodtak a pilótákra is. Aztán betáplálták az egészet egy Cray 2-es szuperszámítógépbe, ami kiszámolta azt, hogy hogyan kell úgy használni az alumíniumot, hogy ne nőjön meg drámai mértékben a súly, ellenben a merevség megmaradjon. Manapság a generatív dizájn is hasonló módon történik, tudjátok, amikor ilyen elképesztő pókhálószerű 3D-s anyagokat láttok, ahol csak ott van anyag, ahol hat az erővektor. Na, ez az, csak a technika elmaradottsága miatt, vagyis hát a korszínvonalának a technológiája miatt, néhány extra lépéssel. Többször emlegettük már Attila megszállottságát a gyári rádiókról. Nem tudom, láttatok-e már valaha Honda NSX márkázott gyári CD-tárat egy autóban. Eleve a CD-tár, aki mondjuk 2010 után született, annak mondanám, hogy a CD az egy ilyen digitális adathordozó volt, ilyen szép fényes korongok, és hogyha összetapisztod, akkor nem játszotta le a zenét. Nyilván ezen már túllépett a technika, és vannak eredeti prospektusok. Azért ezekkel a képekkel nem nagyon nehéz eladni egy autót, valamint a vezetett szervízkönyv, hogy tudjuk, nem tekert az autó órája. Szintén nagyon gyökeres különbség például a kokpit, vagyis hát a
ahonnan vezetjük az autót, ahogyan vezetjük az autót. Ennek az autónak az alapja, ahogy mondtuk, ugye a kortárs Civic. Ez így érezhető is a belterén, mert persze belerakták ezeket a remek rekárókat, lesülyeztették egy kicsit. Összességében azért érezzük, hogy egy szabvány, kompakt autóban ülünk. Jók a kezelőszervek, jó helyen vagyunk, de egy kompakt autó viszont viszonylag nagy a távolság a váltó és a kormány között. Magasan ülünk, magasról nézünk le. Ezek mind olyan dolgok, hogy a mérnökök kezét, amikor megtervezik az ergonómiát, kötik azok az alapok, amiket a kezükbe kapnak, abból az olcsó megvehető gazdaságos kisautóból, amit dolgoznak. Nem tudom, emlékeztek, hogy például milyen borzasztó volt vezetni az első generációs GR Yaris-t, mert az embernek nagyjából itt volt a feje. Ez azért van, mert az a platform azt engedte meg. Na de, nézzük meg, hogy hogy csinálják ezt, amikor eleve köré tervezik az autót a sofőrének. Mert egy sportautóban nem kell ragaszkodni azokhoz a műszaki alapokhoz, amiket a kompakt autó ad. Hoppá! Egyből nagyon közel van a kezem a váltógombhoz, nagyon alacsonyra tudták venni a tűzfalat, ami miatt nagyon jól kilátni az autóból, és ebben az NSX különösen erős. Én nagyon sajnálom, hogy az autóipar elengedte a jó kilátású autókat. Tényleg ma már nem gyártanak olyat, amiből ennyire jól kilátni. Nyilván annak vannak biztonsági okai, légellenállásbeli okai, meg minden franc, meg nyilván nagyon sokat segít, hogy nincs előttünk semmiféle motor, tényleg, mert ugye itt van középen. De a lényeg, hogy a körénk tervezett autó, amikor sportautót építünk, az enged olyan megoldásokat, ami könnyebbé teszi a vezetést. A pedálrenddel, a váltóval, és úgy általában a szélvédővel. Tökéletes. Igazából gyártottak azóta sokféle sportautót, de az ergonómiai alapelvek, azok még mindig ezek, meg persze nyilván az NSX előtt is ezek voltak. Ez most az a fura helyzet, hogy mindkét mai autót vezettem már, az Integra Type-t is, meg a Honda NSX-et is. Viszont mind a kettő nagyon messze volt már a gyári állapottól, tehát most ülök először Integrában, amiben az az érdekes, hogy ez egy 300 ezeret futott autó, 290 valahány ezer kilométer van benne, 299 ezer számosítva, és ennek ellenére annyira csodálatosan egyben van. És nagyon meglepő, hogy mekkora egy csillapít a futóműve. Ez az autó, ez nem lobog, mint a teljes zacskó. És ami különösen tetszik benne, hogy nem követték el azt a Hondáknál szerintem főbejáró bűt, hogy hatalmas kipafogót tettek, mert így egyrészt a lakótelep többi lakója tud aludni, másrészt hallgathatjuk ezt a csodálatos szívó hangot. Mert ennél az autónál nem az a lényeg a hang, ami hátul kijön, hanem az a hang, ami innen előről ébred, amikor elkezdjük forgatni. Ó, és hol van még a 4500 a forgatástól? Csodálatos. Ahogy délelőtt megértettem a Subarusokat, most egy kicsit megértettem a Hondásokat is. És persze, ma már ezt a futóművet puhának tartanánk, ellenben ma ezt a futóművet élhetőnek tartjuk, nem úgy, mint a modern megfelelőket, Civic Type-er. Szóval, annyira jó visszatalálni a 90-es évekbe, az élhető autó korába, és az élhető alatt nem feltétlen azt értem, hogy lehet vele autózni a szétbombázott magyar utakon is, hanem azt, hogy a teljesítménye még közel van a hozzám hasonló átlag sofőrök képességeihez, hogy nem egy ilyen irgalmatlan nyomaték hegyet rak alánk, hogy nem akarja a harmadikban is kitekerni a kezünkből az autót, hanem csak így pont jó. És tényleg nem fájdalmas vele alacsony fordulaton járni, mert van ereje ott is. Jaj, de jó! Úristen, de jó a gyári Integra! Szóval, hogy nagyon kell neki ez a sperdifi, mert bár 198 lóerő nem sok, ez nem is akkor segít, amikor megindulunk, hanem akkor, amikor a kanyarban elérjük a határt és ki kell belőle gyorsítani. És a kigyorsításnál nem egy ilyen szánalmas ortoló-hótoló lesz, hanem még érvényesíteni tudja az akaratát. Ez csodálatos. Ez nap meglepetése. A
anatómia. Itt nincsenek nagy megfejtések, nagyjából az elmúlt 50-60 évben egyeduralkodóvá vált az, hogy egy autónak akkor lesz jó a hely kihasználása, akkor lesz olcsón gyártható, és akkor lesz jó az utastérnek a térfogata, hogyha a motort, a váltót, a hajtást, mindent beraksz előre. Ugye azt tudjuk jól, hogy ha itt keresztbe elfordítják a motort, és összezsúfolják a váltóval, akkor nekünk az utastérben, meg a csomagjainknak marad egy csomó-csomó hely, ami mondjuk, hogy hosszában elhelyezett motornál mindenképpen kompromisszumos lesz. Na de, sportolás szempontjából ez nem a legjobb megoldás eleve. Az elsőkerékhajtással gyors autót építeni, az olyan, mintha valakinek kézzeljárva kéne megnyerni egy futóversenyt. És a Honda megnyerte ezt a futóversenyt, de az egy másik videó témája. A lényeg az, hogy ennél az autónál nagyjából mindent megtettek azért, hogy ezzel a felépítéssel kihozzák a maximumot a lehetőségekből, és van az az elcsépelt közhely, hogy a világ legjobb elsőkerékhajtású sportkocsia. Én ebben nem feltétlenül hiszek, mert milyen szempontok szerint legjobb. Maga korában gyors volt, ez tény, jó a kezelhetősége még mai szemmel is, de ezt nagyon nehéz így megállapítani. A lényeg az, hogyha előre tesszük a motort és előre tesszük a hajtást, az mindenképpen kompromisszumos lesz dinamikai szempontból, mert ugye első kerékhajtással nem tudunk akkora nyomatékot átvinni, kapirgálni fog az autó, mint a rotakapa, meg amikor beeresztjük a kanyarba, és itt van az első tengelyen a motor, akkor nagyon okosan kell megtervezni a futóművet ahhoz, hogy ne váljon ortolóssá, és ennek okosan is tervezték meg, de ez egy másik videó témája. Na de, amikor minden lehetőség adott, és oda teszed a motort, és úgy teszed a motort, ahogy akarod, akkor van ez. Ez itt a középmotoros felépítés. Ugye, ez nagyjából addig lesz így, amíg a villanyautók egyeduralkodók lesznek, addig elmondhatjuk, hogy egy autó akkor tud igazán gyorsan fordulni, akkor tud nagy oldalgyorsulást elérni, hogyha minden dolgot, ami nehéz, értsd, motor, váltó, sofőr, utas, azt az autó középvonala felé koncentráljuk. Márpedig ezt nem lehet jobban megcsinálni, mint hogyha egy eleve nem nagyon nehéz könnyű fémetőzött motort az autóba keresztbe beépítesz közvetlen az utas kabin mögé. Most ez itt egy 3000-es Honda motor, dupla vezérműtengelyes VVT-s. Eredetileg nem volt az, kedves anekdota, amihez tartozik, hogy eredetileg a prototípusok egy 3 literes hengerfejenként egy vezérműtengelyes vétek vezérlés nélküli motorral futottak, cirka 250 lóerővel, ekköré tervezték meg a kasznit, és később jött az ukász, hogy hát ha ez a csúcs Honda, akkor legyen már vétek, mert vétek lenne kihagyni. Szóval az a motor meg nem fért el, mert lényegesen nagyobbak a hengerfejek, hiszen henger soronként dupla vezérműtengely van, és kellett neki valahogy helyet csinálni. Az, hogy megnyújtsák a tengelytávot, vagy hogy megnövesszék a kasznit, nem jöhetett szóba, hiszen addigra éveket öltek abba, hogy elkészüljön az alumínium space frame, meg embertelen mennyiségű pénzt, nagyon sok pénzt. Úgyhogy egy kis trükköt alkalmaztak, ha megnézitek, ez a motor ez azért fél el itt, mert minimálisan megdöntötték. Ezt a trükköt kellett alkalmazni, hogy itt legyen. Ez minimális kompromisszum egy olyan autóban, amiben alapvetően nem sok kompromisszum van. Na de, a lényeg az, hogy amikor a motor középen van, akkor nincs az, mint egy korabeli Porsche-ban, hogy le akarja tépni a segét az ívről. Nincs az, hogy az orrával túr kifelé a kanyarból, mert viszi a súly. Amikor középen van a motor, azzal tudod elérni a legnagyobb kanyartempót, csak aztán vigyázni kell, mert amikor eléred az amúgy nagyon messze lévő határokat, hát akkor nagyon nehéz összeszedni. Mivel Hondákról beszélünk, mit nem találunk a motoroknál? Nyomatékot. Nem, kompromisszumot. Ugyanis ez itt a B18C, ami hát a B motorcsaládnak a legkakosabb tagja, ez volt korának legnagyobb fajlagos teljesítményű szívómotorja. Erősebb volt, mint a McLaren F1, ami azért egy merész vállalás, minden literből 108 lóerő mászott elő, egy 1.8-as motorról beszélünk. Európában talán 192, Japánban valamivel nagyobb teljesítménnyel, nem is ez a lényeg. Pörög, forog, szeretjük. Az NSX-ben, a másik Hondában, benne lévő C-s motor, ez ugye a C-motor családnak a tagja, ami a korszak nagy Hondáit hajtotta, például a Legendet. Én J-vel mondom, ezért bocsásson meg mindenki, de lehet Legend is, és akkor akinek ahogy tetszik. Szóval ez a korszak legendjeiben már benne volt ez a motor, de ez hát geometriájában valószínűleg megegyezik, tehát hogyha megmérnénk a hengerfuratot, meg a löketet, meg mondjuk a hengertávolságot és hasonlókat, akkor lehet, hogy egyezne amúgy semmilyen szempontból. Ez az autó annak nyomán kapott egy egyedi motort. Tehát például nagyon sokat elárul, hogy nem lehet hozzá tuning hajtórudokat kapni nagyon, mert hogy titánból van benne gyárilag, és annál nem tudsz jobbat beletenni. Ez amúgy azért kellett, hogy pöröghessen. 267-270 lóerő környékén futott Európában,
de nem is ez a lényeg, hanem hogy lent megy szépen nyomatékból, ezt amúgy el lehet mondani a Honda-ról is, és a nyomatékot ne úgy értelmezzétek, mint az 1.9 TDI-nél, hanem hogy ez egy 1.8-as szívó, és amikor felpörgeted, akkor pedig szépen izomból tol. És ami nekem ebben az autóban különösen tetszik, hogy az összes eddigi NSX-el ellentétben, amit vezettem, ezen gyári kipufogó rendszer van, és nem az égtelen trombitálást hallod, ami amúgy kellemes szintén, hanem azt az egészen mélyről jövő torokhangot, ahogy ez a motor levegőt vesz, és az csodálatos. És hogyha már itt állunk a kinyitott géptetőnél, beszéljünk a váltókról is, ebben ugye a legendás helical diff, egy sperdifi van, ami abban segít, hogy amikor a kanyarba egy kicsit túl gyorsan érkezel és gázt adsz, akkor ne esd le az útról, ugyanis visszahúzza az autó előtt az útra. Ebben pedig egy nyomóolajzású váltó van. Tényleg van egy kis olajpumpa a váltó egyik tengelyén, ami nyomja olajjal belül a csőtengelyeken át a szinkrongyűrűket és egyebeket. Nem nagyon találtam meg, hogy erre miért van szükség, de egy barátom elmesélte egy sztorit, hogy egyszer javított egy NSX váltót, már mindent kicseréltek benne, de még mindig nem tudtak vele magas fordulaton akadásmentesen váltani. Amikor észrevették, hogy ez a kis olajpumpa elkopott, kicserélték az olajpumpát, újra felállt szépen az olajnyomás, és onnantól kezdve az autó váltott. Tehát elmondhatjuk, hogy valószínűleg a nagy fordulaton történő váltás segíti, hogy finoman puhán tud áthúzni, még 7500 fölött is. Megérkeztem. Igazából még sosem érkeztem meg ennyire. Mert ha már az ergonómiáról beszéltünk, lehet ezt mutogatni, lehet ezt magyarázni, de az egész akkor kerül a helyére, amikor az ember beül az autóba, és elkezd vele menni. Vagy itt vannak ezek a szűk mesekbeli utak Pécs környékén, és én egy alapvetően széles autóban ülök, de mivel látom a géptető mindkét sarkát, pontosabban inkább a sárvédők tetejét, ezért mindig milliméterre pontosan el tudom helyezni magamat az úton. És az ősi mantra megjelenik, hogy nem kell gyorsan menni ahhoz, hogy élvezzem, pusztán azért, mert érzem, hogy mennyire elképesztően tökéletes a mechanika, ami körülöttem van. Ezt az autót, ezt nem gyártották, ezt nem készítették. Ezt az autót, ezt csiszolták tökéletesre, nagyon finom csiszolóvászonnal, egészen addig, amíg a kor színvonalán egész egyszerűen nem lehetett volna jobb. Az Integra Typerben egy hülye gyerek voltam. Meghűltem, hallani akartam a szívó hangot, hallani akartam, ahogy forog, érezni akartam, ahogy tépi be az elejét a sper. Az NSX-ben meg egyszerűen nehéz megszólalni. Ebben az autóban inkább a hülyeség helyét átveszi az áhítat, hogy mire képes ez a gyártó, amikor semmi nem számít. Se pénz, se időkeret, se semmi más, hanem csak az a feladat, hogy meg kell csinálni a jó autót. Állítólag nagyon hasonló élmény pont emiatt az érzés miatt az LFA, a Lexus LFA, és nagyon hasonlít egymásra a két autó abból a szempontból, hogy nem értette a világ, de néhány évvel azután, hogy megszűnt, igazából mindenki rájött, hogy mit hagyott ki. Úgy lőtt ki a használt NSX-ek ára az elmúlt pár évben, mint nagyjából semmi. Minden nappal távolabb kerülök a birtoklásától, és emiatt egy egész kicsit szomorú vagyok. Nem is kicsit, igazából nagyon. Azt szokták mondani, hogy jó kormány kommunikál. Ez a kormány, ez nem kommunikál, ez beszél ékes szólással hozzád a karjaidhoz. És nem azért, mert nincs benne szervó. Vezettem már egy csomó-csomó szervó nélküli autót. Itt a geometriák, a kormányon ébredő erők, minden milliméter pontosan ki van találva, ki van grammozva. Ez egyszerűen így jó, egy kormánynak ilyennek kell lennie. És ez az, amit a modern sportautókban vissza szoktunk sírni. Az, hogy fordítod az autót, érzed, hogy először már eljutottál a gumi határáig, érzed aztán, ahogy azok a finom kis gumimorzsák elkezdenek leválni a futófelületről, aztán pedig azt, hogy már csúszol. De ez az NSX-ben végtelenül messze van. Végtelenül messze van. Ez az autó most lényegesen jobb gumikon fut, mint amihez annó megtervezték, és még lehetne rajta szemiszlik is, meg akármi, mert ez az egész kaszni, ez az egész futó, ez ennél lényegesen többet bír. A legtöbb kompakt autóban elől McPherson futóművet használnak, ami azt jelenti, hogy van egy lengőkar, van egy csonkálványunk, fölötte van a lengéscsillapító és a rugó, és amikor az autó berugózik, akkor meg tud változni a keréknek a dőlés szöge, vagy amikor kanyarban ráterhel,
akkor is. Most ez egy nagyon jó megoldás, mert helytakarékos, tehát jól lehet itt elől méretezni a dolgokat, nem kell hozzá sok alkatrész, lehet spórolni a szilenteken, meg mindenféle drága megmunkált elemeken, tehát egy utcai autóban nagyjából tökéletes. Na most ebben az autóban nem ez van, mert a Hondának, mármint az Integra alapjait adó Civicnek is, akkoriban már rendes kettős kereszt lengőkaros futóműve volt, ami azért jó, mert berugózásnál a guminak mindig nagyjából ugyanakkora része érintkezik az úttal, tehát mondhatjuk, hogy ez a legjobb megoldás. Amíg még nem látunk a NSX első futóművet, ugyanis nyilvánvalóan ez egy kettős kereszt lengőkaros futómű, akárcsak az Integrában, viszont ott is vannak szépen megmunkált alumíniumelemek, de itt nem szépen megmunkált alumíniumelemek vannak, itt ékszerek vannak futóműelemnek álcázva, valamint van egy úgynevezett compliance pivot, ez itt egy gyönyörű szép alumínium konzol, amit sajnos nem tudunk megmutatni a kamerának, de majd teszünk belőle a képet, melynek lényege, hogy a bump steert megszünteti. A bump steer az a kellemetlen hatás, hogy berugózáskor az autónak megváltozik a kormányszöge, ezt érezni is lehet a kormányon, és ez a konzol elvezeti úgy az erőket, hogy ne a kereket fordítsa el, hanem finoman elmozdítsa hátrafelé, így hiába fordulsz nagy tempóval kitekert kormánnyal, hiába rugózik be a kerék, nem érzed azt a jellegzeti sütést a kormányon, és nem válik instabillá az autó. Ez egy nagyon szép megoldás. Beszéljünk pár szót az okos autótervezésről. Például ebben az autóban ugye van légkondi, mert hát egy modern használható sportautóról beszélünk, de a klímahűtőt nem tehették be a hűtőpanel elé, ezért két kisebb klímahűtőt alkalmaznak, amiket bedugtak ide a ködlámpa üregek mögé, és nagyon jellegzetesek, hogy ilyen viszonylag kicsi a szemből a felületük, viszont a térfogatuk hátrafelé kifejezetten nagy. Így nem fogják el a hideg levegőt a vízhűtőtől, de mégis van klímahűtő. Szintén okos tervezés az, hogy az antenna, ami majdnem 2 méter magas, hogyha teljesen kinyúlik, összeköttetésben van a rádióval, és hátlépsz egy bizonyos sebességet, az antenna elkezdene súgni, ezért félig behúzza magát. Apró dolgok. Na de, mi történik, ha defektet kapunk egy NSX-el? Hát, csak ide jövünk a szükségpótkerékért, reméljük sosem lesz rá szükség, azért hívják így, és fölrakjuk. Na de, se az első kerék, se a hátsó kerék nem fér be ide. Gondolhatnánk, hogy akkor ott kell hagyni a kerekünket az út mentén? Vagy be kell rakni az anyós ülésre? És mi van, ha velünk van az anyós? Nem! Gyertek! A csomagtartóban kiképeztek a kárpitba egy olyan vájút ide, meg ide, hogy tényleg még akár a nagyobbik hátsó kereket is be tudod rakni, amikor defektet kapsz. Nem kell ott hagyni az út mentén. Én mondjuk megcsináltam volna a pótkerék helyét, hogy beférjen a rendes kerék, de ez egy szükségmegoldás, tehát. Vezettem már Honda NSX-et korábban, és nem tudom szépíteni, nekem azóta ez a kedvenc autóm. Gyorsabbat gyártottak, drágábbat is, de az én szememben jobbat nem. És lehet, hogy öregszem, de néha hajlok rá, hogy már nem is fognak. Rettegtem tőle, hogy milyen lesz a gyári NSX, mert amit korábban vezettem Albert autóját, az alatt volt egy korszerű futómű, az alatt volt egy hatalmas fék, annak egy picit belenyúltak a motorjába. Perfekt, tényleg. De most, hogy kipróbáltam a gyári NSX-et, most már nyugodtan mehetek aludni, hiszen ez is jó. Mit jó? Szuper, bármikor aláírnék egyre, és bízom benne, hogy egyszer még sikerül is. És tök jó látni azt, hogy a Honda ezt a fajta megszállottságot, amit beletolnak egy ilyen autóba, azt még igazából ebben a megfizethető kategóriában is tudja, hiszen bizonyos szempontból nagyobb húzás egy olyan autót jól megcsinálni, amiért nem kérhetsz el akármennyi pénzt. Az NSX tulajdonképpen ebbe bukott bele, túl drága volt ahhoz képest, hogy Honda logót hord magán. Mert hát ha egy Ferrari árcímkét teszel egy autóra, amin az a logó van, amivel anyukád iskolába visz, nem biztos, hogy érdekelni fog. De ha beleülsz és vezeted, akkor megérted. Ezzel szemben az Integrába sokkal több ember beleült, és sokkal több ember megértette. És annak ellenére, hogy egy polgári alapokra épített autóról beszélünk, szintén zseniális. Szóval nem érzem magam Hondásnak, de ma egy fokkal közelebb kerültem ahhoz, hogy értsem, mit szeretnek a Hondákon. Ezt meg kérdés nélkül vinném haza bármikor.